Mehet? Igen! Most én jövök! Jöhet! Én jövök! Nem! Aha! Megvan! És most csuda magasra dobom fel! Nagyszerű deltás! Lilla, Pilla, befejeztétek? Ne mondjátok, hogy elfelejtettétek! Oh, jaj ne, a titkos csillámparti! Ma este! Csillogó dolgokkal kell kiraknotok az utat a titkos parti felé. Emlékeztek? Másképp hogyan találnak oda a többiek? Ó, igen, bocsánat! Már is királynő! Akkor találkozunk a titkos csillámpartin. Olyan izgalmas. Még én sem tudom, hogy hol lesz. El titkos csillámparti. Jobb, ha elkészülünk. Viszlát később, deltás! Akkor én, deltás, valahol máshol fogom csuda magasra dobni a pörgő röppentyűmet. Elkészültél a partira, Noddy? Igen. A csillagok is eljöttek. Az a nagy olyan fényes. Nézd! Ó, igen, az a nagy csillogó. A legfényesebb csillag az égen. Hű! Füle nagy! Valami baj van! A nagy csillogó lehullik az égről! Hajjaj, vajon mi történt vele? Ha a nagy csillogó nem kerül gyorsan vissza, örökre kialszik a fénye! Akkor keressük meg és tegyük fel gyorsan! Kezdődhet a nyomozás! Hogyan tehetnénk vissza a nagy csillogót az égre? Ezt a rejtélyes ügyet felderítjük! Ki? Mit? Mi? Hol? Hol? Hogy? Hogy? Miért? Miért? Nézd! Rajta hát nyomoz még! Legyen ez a lehullott csillag esete! Hogy fogsz neki látni, Noddy? Meg kell tudnom, hová esett le a csillag. Úgy tűnik, hogy puszta flancosnál van. A csillag valahol itt érhetett földet. Vakancs! Mi a baj? Ó! Milyen ragacsos a föld! Na hát, oda ragadtál! Segítek! Tartsd a mancsot! Ha leteszel, csak megint beleragadsz! Opa! Bocsi, vakkancs! Ragacsos és csillám is van benne. És ott beborítja a földet. És az alakja egy csillag. Szóval ide hullott le a nagy csillogó. Valaki biztosan elvitte. De ki? És mikor? Deltás pörgő röppentyűje, mit keres ez itt? Halihó! Ahoj, kapitány! Ahoj, Noddy barátom! Elindultunk, hogy megszerezzük a nagy kincset. Kincset? Hol van? Arra van, látod? Milyen fényesen csillog, ragyog és szikrázik.
Valami nagy kincs lehet. Nagy kincs? Nagy teljes kincs? Teljes gőzzel előre, matrózok! Lássuk a kincset! Valami fényesen csillog. Ha-ha! Megérkeztünk! Szép volt, matrózok! Ha-ha-ha! Ah, Pandi és a pandacsok! Ha? Itt nincs semmilyen kincs! Kalózok, menjünk haza! Szia, Pandi! Ahó, Noddy! 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 Mennyire pandasztikus ez a fényes csillagod! Te is mész a titkos csillámpartira? Megyek, ha végeztem a nyomozással. A nagy csillogó lehullott az égről, és próbálom megtalálni. Ha! Jaj, ne! Jaj! Segítség! Bocsi, pandacsok! Vakkancs majd kicsit ragacsos. Ő is csillogó lett. Pont jó a partira. Hát ez az! A titkos csillámparti! Pillaszány megkérte Lillát és Pillát, hogy találjanak csillogó dolgokat a partira. És? És mi a legeslegcsillogóbb dolog? A nagy csillogó! Most beszélnem kell Lillával és Pillával. Köszönjük! Gyerünk, vakkancs! Szia, Pandi! Szia, Noddy! Megtaláltad már a nagy csillogót? Még nem füle nagy, de nagyban keresem, királynőm. Vissza kell juttatnunk az égre, mielőtt örökre kialszik a fénye. Pilla, nézzük meg, hogy minden készen áll-e a partira. De mindent megcsináltunk. Égnek a lámpák, díszesek a fák, és feltettük azt a nagy fényes dolgot, amit kint talált. Igen. Jobb, ha megnézzük. Sziasztok! Ne, várjatok! Kérdezzetek valamit! Miért repültek hirtelen el? Biztos tudnak valamit a nagy csillogóról. Királynő! Nem azt mondtad, hogy a partira vezető út csillogó dolgokkal lesz kirakva? De, úgy van. Akkor tudom, hogy találjam meg őket. A nagy csillogó! Megtaláltátok! Igen, puszta flancoson. Nagyon sajnáljuk. Olyan fényes és csillogó volt, hogy elhoztuk a csillámpartira. Amikor megtudtuk, hogy a nagy csillogó, akkor azonnal ide repültünk. De elkéstünk, nézd! Halványul a fénye. Most mihez kezdjünk? Fel kell juttatnunk az égre, mielőtt örökre kialszik a fénye. Szálljunk fel vele. Gyerünk, Pilla! Nem bírjuk, túl magasan van. Igen, még sebe se tudna olyan magasra repülni. Én Deltás vagyok, az első, aki ide talált a titkos csillámpartira. Noddy, te voltál az első. Deltás! Aha! Megtaláltad a pörgő röppentyűmet! Puszta flancosom volt! Pont ott, ahol a csillag földet ért! És csingiling! Hát ezért hullott le az égről! Ezt nem értem. A pörgő röppentyűm az oka. De hogyan? Csúda magasra tudod feldobni, nem igaz? Ha-ha, úgy bizony! És lehet, hogy olyan magasra dobtad fel, hogy eltalálta a csillagot. Igen, és így esett le az égről. Ha-ha, tényleg elképesztő vagyok. Eltabjam megint? Ne! Deltás, ha ilyen magasra dobtad fel a röppentyűt, gondolod, hogy a csillagot is vissza tudnád dobni? De mennyire? És fel is dobom. Ó! Ne! Várjatok! Már nem túl ragacsos. Akkor hogy maradt fent az égen?
majd vakkant segít ebben. Jó ragacsos! Kösz, vakkancs! Jó ragacsos lett! Delkás, mehet? Mehet! Egy, kettő, három! Igen! Igen, Delkás! Szép volt, Delkás! És éljen, Noddy! Kezdődjön hát a titkos csillámparti! Szép volt, Noddy! Ezt az ügyet is megoldottad! Hogy csináltad? Köszi! Rájöttem, hogy Deltás olyan magasra dobta a pörgő röppentyűjét, hogy leütötte nagy csillogót az égről. Ezért meg kellett kérnem, hogy dobja vissza a helyére. És most újra fent van a legfényesebb csillag az égen. Ez volt hát a lehullott csillag esete. Így nem maradt más hátra. Minden kiderült. Ügy lezárva!